Gyerekkorom kedvenc karakterét, a Crash Bandicootot elég nehéz út vezette újra a pozitív köztudatba. Magasan kezdett, aztán egyre lentebb és lentebb került különböző fejlesztők próbálkozásaival. Évek során visszatértem a sorozat összes játékához, és úgy gondolom, hívhatom magam Crash Bandicoot veteránnak. Nem egyszer kérdeztétek a véleményemet arról, hogy szerintem melyik játékot gondolom jónak és rossznak, hogyan rangsorolnám őket egy máshoz képest. A Crash Bandicoot sorozat 22 játékát 5 plusz 1 rangba soroltam, amelyek a kedvenc, nagyszerű, jó, közepes, rossz és a plusz 1 a kuka rang. Ez a videó több hónap tervezésének, gondolkodásának, kutatásának, írásának, szerkesztésének a munkája, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel. A kuka. Crash Boom Bang. Mi is kerülhetne ide, mint a parti játékok gyöngyszeme. A Crash Bandicoot játéksorozatnak ez a második parti játéka, ami valljuk be, hogy nem sikerült szerintem sehogy. Ez egy Mario Party klón, amire lehetett volna talán nagyon nyögősen mondani a Crash Bashra és az első party játékra, viszont ott nem fogadnám ezt el. Erre viszont teljes mértékben egy ilyen társasjáték alapon vagyunk, dobáljuk a dobókockát és lépegetünk, de hogyha ismered Crash-t, akkor tudod és felismered, hogy ez nem kapcsolódik Crash-hez semmilyen mértékben. A Crash-be is legalább a pályákon elhelyezett dolgok, vagy az ottani kis easter egg-ek, amik vannak, az legalább valamilyen módon hajaz a Crash stílusra, Crash lelkére, vagy arra a felépítésre, amit a Naughty Dog elkezdett a trilógiájával. Itt Crash annyiban Crash, hogy a karakterek itt vannak, tehát itt van Crash, Coco, aztán további karakterek, amikkel nem tudom, mi történtek. A modellek talán megszokhatóak valamilyen szinten, de Cortex már nem is sárga, Pura két lábon áll, ruhát visel, nem tudom, mi történt vele. Pinstripe és Tauna visszatértek, de együtt visszatértek, úgyhogy itt megint nem tudom. Szóval ez egy olyan történés, amit nem tudok hova tenni ebbe a játékba. Amit még nem tudok hova tenni, az a játék menete. Ez nem valami izgalmas játék, ha lehet annak nevezni. A tábla nézetben úgy lassú, uncsi, aku mindig beszél, de ami fontos lenne, hogy elolvassam és tudjam, ott a visszaszámlálás megy, és ott meg nem tudom elolvasni. Tehát pont ellentétes módon felépített ez a játék. A mini játékok, tehát maga a játék menet, az csak ilyen tappintgatás, tehát a Nintendo DS-re jelent meg az a játék, és tappintgatás ide és oda. Nem az első néhány táblánál nem is nagyon jellemző ez Crash-re, hogy repülgetni, vagy lovan szaladni, és akkor kinyer. Tehát, hogy itt ez egy Mario Party klón, amibe a karakterek Crash karakterek, és kb. Ennyi. Jó, igaz, a Crash Bash-es minijátékok a vége felé visszatérnek, és ott lehet megtapasztalni, hogy mennyire gyenge ez a játék, hogy mennyire nem úgy készült el, ahogy ennek el kellene készülnie, vagy pedig nem DS-re kellett volna elkészíteni ezt. És ha végigjátsszuk ezt a furcsa sztorit is, amit így előhoztak, hogy van egy szuper, duper, hiper, emerald, már a Sonic jár a fejemben, hogy egy szuper, duper kristály van, akkor utána is rájöhetünk, hogyha végigjátsszuk, akkor kész. Ennyi volt, a játékot befejezted. De ez, a Crash játékok nem ilyenek, olyan, hogy végigjátszod, és akkor újra akarod játszani a pályákat, még ügyesebben, okosabban, azokkal a tapasztalatokkal, amit fejlődtél az elejétől a végéig, úgy újra élményt szerezni, de itt nincs ilyen. Itt végigjátszottad, kész. Sőt, elvileg, hát ezt nem próbáltam ki, de elvileg magától is végigjátszódik a játék. Tehát van ez a visszaszámlálás, beintítod a játékot, elvileg ott visszaszámol, dob helyetted egy idő után, lép, a mini játékot nem nyered meg akkor is, ha valaki tovább jut a táblán, akkor tovább megy a történet. Tehát igazából ez nem is egy játék, ez egy ilyen nagyon hosszú vontatott mozog előtted dolog, Crash is ott van, táblák. Ezért kapott egy külön rangot. Kuka. Rossz. Crash Mind Over Mutant szintén a Nintendo DS-re. Ez egy folytatása a DS-es Crash of the Titans-nek,
és a folytatásoknak én úgy gondolom, hogy az előző részre épülni, szépülni, gyarapodnia kellene, nem? Nem így gondoljuk? Jobbá tenni a korábbi rész hibáit, javítani rajta, vagy akkor tényleg egy rebootról legyen szó, vagy egy újragondolásról, de itt nem, ez rosszabbá lett téve. Ha megnézzük, illetve majd beszélni is fogok a DSS Crash of the Titans-ről, akkor összetudjuk majd hasonlítani, az egy 3D-s Crash platformer játék harci elemekkel, ez pedig visszafejlődött egy 2D-sre, ami nem lenne probléma, de amit még mellé nyújtanak, az a semmi. Tehát itt 2D-ben platformerkedünk, ha lehet ezt így mondani, mert a legtöbb pálya csak annyiból áll, hogy a képernyő bal szélétől a jobb széléig el kell jutni. Valamikor ez nem teljesen így van, ez igaz, de a legtöbbje az ilyen, de itt a pályák emiatt annyira unalmasak, a balról jobbra haladáson kívül nem sok tennivalónk van, tehát ott úgy tudunk harcolni, de az is gyatra ezek a harcolások, és utána felvesszük a titánt, akkor oké, akkor gyorsabban ki tudjuk ütni, talán ennyi előre haladás van, de lassabban mehetünk, attól függ melyik mutáns van nálunk. Nincs mit tennünk a balra is jobbra haladásban, nincsen extrákkal felvértezve, mindegyik pályáról lehetne azt mondani, hogy ugyanolyanok, amik el vannak téve ilyen mojo-k, amit gyűjtengetni lehet, azok is felesleges gyűjteni, mert miután egyszer felfejlesszük a mi lényünket, utána kész, nincs nagy értelme annak, amik el vannak szórva a pályán. Egy-egy témájú pályánál nem is lehet különbséget tenni, hogy na ez most havas, ez most akkor 5-6 havas pályát, ha megmutatnék neked, vagy 5-6 ilyen gyárpályát, vagy 5-6 erdős pályát, akkor azokon belül nem tudnád megmondani, hogy ez most melyik. Tehát ez teljesen összefolynak a pályák egy-egy témán belül, nincsen különbség ott a játékban. Abban viszont van különbség, hogy milyen bosszok vannak ebben a játékban, és milyen bosszok vannak mindegyik másik játékban, ami Crash témájú. Mert itt a bosszok azok ilyen titánok, tehát ilyen mutáns bosszok, amikről szó nincs, sztori az nincs, elírás az van, de itt a történetben, mármint az alap Mind Over Mutant, ami az Xbox konzolra is megjelent, az legalább valami történetet adott, és a bosszokat hozzákötötte. Itt nincsen ilyen, a titánok egyszerűen csak egy ilyen nagyobb, szörnyűbb, csúnyább titánt kell legyőzni, és kész. Az utolsó boss meg egy micsoda, tehát az is egy nagy lény, arról se tudunk semmit, nincs megemlítve, Cortex előbukkan, leütjük, semmi értelme ezeknek a fő ellenség helyzeteknek, mert a sztori az igazából játékot elkezded, van egy kis sztori átvezető, játékot befejezed, és egy sztori lezáró dolog van, nem tudni, hogy kicsoda és micsoda, de azt tudni, hogy Engine, van egy ilyen felirat, hogy Engine, kik fejlesztették ezt a játékot, hogy még nem is tudják, hogy akkor hogy kell leírni a nevét. Egy pluszt hadd mondjak, jó? Vannak skinek, amik képességekkel vannak felvértezve, és van Super Crash is, tehát ennyi plusz tudok mondani, hogy miért nem a kukába van ez a játék is. Crash of the Titans a Game Boy Advance-ra. Hogy ránézünk, akkor lehetne azt érezni, hogy hát ez is olyasmi, mint az előző, a Crash Mind Over Mutant DS-re. Hasonlít, ez igaz. De azért itt legalább megkapjuk a sztorit nagyjából, a Crash of the Titans-es sztorit. Én azt mondom, hogy nagyjából úgy követi, vannak dialógusok, jönnek fel a képek és sztorizások, azért úgy vannak úgy világonként. Azt mondom, hogy oké. Megkapjuk az érdekesebb bosszokat, érdekesebbek a bosszok, mint a fő konzol verziónál is, talán lehetne mondani ennyit, mármint így a karakterekben. Tehát a bosszok azok érdekesebb karakterek, és emiatt azért azt mondom, hogy oké, ez egy előrelépés a Mind Over Mutant DS verziótól, mert azért itt még látszódott ez a próbálkozás, illetve oda teszem ezt nekik, hogy ez egy Game Boy Advance, tehát az még gyengébb hardware-ra készült el, és azt mondom, hogy oké, de ez
Tehát, hogy pozitívan kezdtem, de ne gondolt, hogy ettől ez jó játék. Tehát még ugyanúgy a rossz kategóriába vagyunk, ez egy rossz játéknak mondható. Hasonlít a Mind Over Mutant-esre, hogy a játékmenet az így nagyon egyszerű, nagyon unalmas emiatt, tehát, hogy semmi olyan extraság nincsen benne. Nehogy azt hitt, hogy amiatt mert DS, vagy amiatt mert Game Boy Advance. Majd fogunk menni a további létezési pontokra, ahol Crash él, és ott majd meglátod, hogy milyen nagy magaslatokba fogom én ezt emelni. Na de a Crash of the Titans a GBA-n az egyszerű és unalmas játék, mert platformerkedés megint alig-alig van, a harc az vontatott, üt, ráugrik, megint üt, ez gyenge harc, gyenge játékmenet, ez ide került a rossz kategóriába, úgyhogy mehet. Közepes. Most kerültünk el a Crash of the Titans teljes fő verziójára, én azt így nevezném, ami a nagy konzolokra akkor megérkezett. A Crash of the Titansről azt kell tudni, hogy ekkoriban a Crash előző részei nem voltak valami sikeresek, és azt mondták a kiadónál, Activisionnél, hogy oké, akkor tiszta lapot a pohárba, kezdjük valami reboottal, új modellek, új sztori, a nulláról kezdődik ez, és emiatt sokak nem tudták úgy befogadni, és nem tudták nagyon elfogadni. Látjátok, a közepes szintet, a rangot kapta számomra ez a játék, mert a modellek legtöbbje talán még elfogadható lenne, akire gondolok az Crash, Cortex, Coco, talán még Crunch, de a két maszk megváltoztatása szerintem túlzás volt, tehát Aku-Aku és Uka-Uka, tehát ők egy ikertestvérek nevükből is hallatszik, jó és rossz, és az volt az egyik szépsége az eredeti játékokban, hogy ugyanúgy néztek ki nagyjából, csak más felöltözésben voltak a színezetben és a kiegészítőkben rajta. Itt viszont teljesen másak, ahogy kinéznek, nem tudom ennek a teljes okát, lehet csak újítani akartak. Aztán, ami nagyobb fájdalom az újításban, az pedig a trendek olyan követése, hogy a játék menetét megváltoztatták a gyökereiben. Tehát a modelleket még le lehetne gyűrni, azt mondjuk, hogy jó, nem úgy néznek ki a karakterek, de legalább akkor Crash játék. Viszont itt nem Crash játékot kapunk, ez inkább egy ilyen beat'em up, vagy ilyen hack and slash stílusú játék, hogy megyünk és akkor harcolunk, tehát itt pályáról pályára kell nekünk haladni, és azon belül pedig harcolni, illetve némileg vannak platformeres kiegészítők, de nem nagy extra, nem ezen van a hangsúly, tehát nem lehet úgy haladni és platformerkedni, ugorgatni, gyorsan végig szaladni, vagy valamilyen élvezetet abból az előrehaladásból tenni, mert lezáródik a pálya bizonyos pontoknál, azt mondja, bejön egy ilyen vörös ilyen erőtér, ahol Uka-Uka maszka jelenik meg, hogy állj, itt most te legyőzöd a titánokat. Bum, legyőzöd, oké, na mehetsz tovább. És akkor meg van állítva, és ránk van kényszerítve, hogy akkor harcoljunk. Igen, tudom, tehát el lehetne akkor szaladni, és akkor a játéknak vége van. De akkor legalább opcionális lenne, tehát ott lenne, hogy lehet harcolni is, vagy tegyenek kihívásokat, de sajnos ez nem így történt. Vannak platformeres részek, azoknak úgy örülünk, ott szépen lehet menni. Ezt a deszkázást még behozták, ami olyan gondolatokat ébreszt, hogy na jó, itt is van valami ügyességi mozdulat, tehát azért a közepes szintet eléri ez a játék, viszont a legalsó pontra, tehát igazából a 19. helyre tettem ezt a játékot, ahogy én összeszámoltam őket, és egyébként a sztori az, amit még ki lehetne emelni, hogy a sztoriba azért úgy komoly előrehaladást és konzekvenciát lehetett levenni ebből, hogy egymás után, ahogy haladunk a pályáról pályára, akkor úgy a sztori úgy göngyölődik és figyelődik, hogy oké, akkor megyünk előre. Tehát egy jó kis történetet úgy össze tudtak hozni, ahogy egyik pályáról a másikra haladunk, tényleg bejárjuk úgy ezt a világot, ahol Crash él. Tehát ennek én örültem, hogy ez a sztori most már komolyabbra lett véve viszonylag, ha lehet ezt így mondani, de ettől függetlenül, ahogy a sztoriba hoztak vissza karaktereket,
az a Tiny Tiger, amellett nem tudok szó nélkül elmenni. Tehát Tiny Tiger az át lett változtatva, furcsa tigris, egyrészt a kinézete, az nem egy ilyen tigrisről van szó, másrészt a hangja, az nekem furcsa, mert hozzanak be egy új karaktert, oké, behoztak egy újat és nem tetszik, de az, hogy egy meglévőt így átváltoztatnak, az itt a baj, én úgy gondolom, hogy ez itt a baj. És akkor a boss harcokra itt visszatérnék a Game Boy Advance verzióra, mert az ottani boss harcok legalább olyan karakterek voltak, akik ellen küzdünk, tehát már ismert karakterek, és legyőzzük őket. Itt is úgymond olyan karakterek ellen megyünk talán, tehát a Yoctopus ellen megyünk, és akkor Cortex ott van, akkor most Cortex ellen harcolunk, vagy a Yoctopus ellen, de később például Tiny Tiger ellen megyünk, akkor igazából itt nem is azt a karakter ellen küzdünk, hanem a jövő titánoknak a képességeit használjuk, tehát hogy ennyire nincsen benne az, hogy Crashként vagyunk, mi itt inkább így a titánok vagyunk. Tehát csak átvesszük, mindig ez a cél, hogy átvegyük az irányítást, és akkor azzal együtt harcolgatunk és ütögetünk, mert annyira erősek, és ezek a képességek kell, hogy akkor kihasználjuk őket. Ez a játék a közepes legalja. Közepességet folytatjuk a folytatással. Számomra jobb a Crash Mind Over Mutant főkonzolos változata. Én azt mondom, hogy ez egy előrelépés, előrehaladás, jobb játék, mint a Crash of the Titans. Ezt azért mondom, mert itt azért a világ az nyitott, ami számomra még jobban átadja azt, amiről beszéltem, hogy haladunk pályáról pályára, és akkor úgy megfigyelhető, hogy bejárjuk a világot. Itt most őszintén valóban bejárhatjuk, mert mehetünk jobbra, mehetünk balra, és akkor eljutunk az egyik helyről a másikra, a jeges világig, jeges világtól vissza az erdősre, utána onnan a sivatagosra, tehát tényleg be lehet járni akkor most már nyíltan, bárhova menve, és ez az egyik hátránya, tehát a közepességet én is abba észreveszem, hogy vannak olyan tennivalók és feladatok, amikor oda-vissza kell járkálgatnunk egyik helyről a másikra, és ez frusztráló, kellemetlen lehet. A játék végén valóban beleteszik a fast travel, a gyors utazás teleport képességét bizonyos helyszíneknél. Én azt mondom, hogy azt hamarabbra teszik ezeket a portálokat, vagy ha nem is az összeset adják ide egyből, hanem ezeket nekünk úgy adják ide, hogy lépésenként, hogy egy-egy világnál már feloldódik, akkor szerintem sokkal jobb helyre, vagy két-három helyet is előrébb ugorhatna talán a Crash Mind Over Mutant, de abban fejlődött még a játék, hogy a sztoriról beszéltem a Crash of the Titans-ben, a Mind Over Mutant-ben szintén a sztori bővült, épült és szépült. Egyrészt teljesen különböző stílusokat hoztak el minden egyes átvezetőre. Valamikor némafilm, némafilm fekete-fehéren, valamikor bábozás, valamikor Dragon Ball stílusú rajz, valamikor South Park stílusú rajz, valamikor sima rajz, teljesen változatosak ezek a történet elmesélések, de ugyanúgy megőrizte, hogy akkor a sztori megy és halad, és azt tesszük, amiről van szó. Ezen felül pedig most már a karakterekhez hűek próbáltak lenni. Embryo karaktere az, aki itt a fő címbe kerülhetne, hiszen Embryo egy ilyen főszerepet kapott. Nagyon sok mindent megtudhatunk róla, ahhoz képest, hogy benne volt az első játékban. Na ja, aki nem tudja, hogy miről beszélek, a kommentekbe szóljatok már neki, hogy ezt miért mondtam így. Szóval én azt mondom, hogy a történetben is előrelépés, vagy minimum megtartása volt. Tehát ha nem tetszik ez a sok különböző stílus, legalább megtartódott az a szint, ami a Crash of the Titans. Viszont a játékmenetben a nyílt világ mellett, ami előrelépés volt, az a titánoknak a megtartása és felhasználása. Én úgy gondolom, hogy felismerték azt az előző játékban, hogy a titánok ilyen eldobható, erőteljes harci eszközök,
Tehát, hogy jön egy aréna, titánt megszerzem, bum-bum, megyek tovább. Aréna, titánt átadom, nem adom, de bum-bum, és kész, elfelejtem. Tehát, hogy nem is Crash a főszerep, és nem is a titán a főszerep. Itt észrevették, hogy hey, hogyha már annyit használom a titánt, és megpróbálok még kötődni hozzá valahogy, akkor adjuk meg a lehetőséget, és megadták. Ez szerintem egy nagyon jó lépés volt, azt tették ebbe a játékba, hogy eltárolhatod, nálad lehet, mintha a zsebedbe, hogy előhúzod a titánod, ez neked tetszett, akkor bum, felveszed a recikült, harcolsz vele, bum, vissza Crashra, és akkor platformer kezd, ahhoz úgy ugrani kell, úgy Crash az ügyesebb. Ezt a Crash of the Titans részben nem tudták elérni, vagy nem gondoltak erre, és itt viszont el tudták érni, tehát hogyha harcolni kell, akkor bum, átváltasz a harcos módba, ha platformerkedni, akkor hopp, vissza, és akkor úgy mehetsz Crash-el. Sőt, most már nem csak a bossoknál kell úgy a titán képességeket kihasználni, hanem vannak olyan helyszínek, ahol tényleg le kell lassítani az időt, vannak helyszínek, itt le kell fagyasztani, akkor a folyadékot, vizet, és akkor úgy menni. Úgyhogy ez is kiemelendő, én azt mondom, hogy ez egy előrelépés volt nagyobb részt, és hát egy mellékes, járulékos áldozat volt ez a oda-vissza járkálás, tehát ezt lehetett volna javítani, én azt mondom, de mégis azért nem a Crash-es játékmenet, amit elindított a Naughty Dog, amit megszeretett a rajongótábor, amit újra vár a tábor, amit megkapott igazából majd 2020-ban, na majd eljutunk oda is, közepes lett a Crash Mind Over Mutant. Húha! Crash Bandicoot Fusion, Crash Purple, Ripto és a Crossover. Nem is tudom, hogyan vágjak bele, de jobb játéknak ítélem, mint a Crash of the Titans és a Crash Mind Over Mutant, mert azért mégis van ebbe, azért mégis közelebb van a Crash stílushoz, Crash játékmenethez, de még mindig csak a közepesnél tartunk a rang sorolásba. Crash Bandicoot Fusion Game Boy Advance-ra jelent meg, immáron a harmadik, negyedik idézőjelesen, de hogy a Game Boy Advance-os játékok közül nem az első. Próbálkoztak egy olyan közös kalanddal Spyroval, hogy kijött egy Spyro játék, és mellé egy Crash játék, aminek a sztoria összefonódik. Tehát a sztori összefonása végre. Itt volt ez a két nagy ágyú, ami a PS1-en kezdte azt a királyságot, amit elkezdtek. Insomniac Games, Naughty Dog, ők fejlesztették őket, és szerintem azóta is jó barátságban vannak, és megosztják egymással az ilyen tippeket, trükköket, amit a PS1-es fejlesztési időkben tettek. A helyzet az, hogy nagyon régóta vártunk erre, mindig voltak kis easter egg-ek, hogy átugrik az egyik a másik világába és harcolnak együtt, vagy válvetve egymás mellett, viszont ez most jött el. Én nagyon sajnálom, hogy pont az első alkalom egy ilyen Game Boy Advance-os játék, ami nem feltétlen a legkiemelkedőbb, tehát még mindig a közepes rangba vagyunk, és megérdemli ezt a címet. A játék viszont én 17. legjobb Crash játéknak mondanám az összesen belül. Mert sztoriba azért valóban a próbálkozás megvan, hogy a Spyro és a Crash világokat a gonoszokkal együtt áthozzák, és úgy érzem, hogy hülyek is a karakterekhez, így a Ripto és Cortex viselkedései, azok tényleg ilyen ott is összekapnak, egymás ellen mennek, meg jönnek úgy össze is fognak, tehát így érdekes. Aztán Crash és Spyro találkozása, ez a boss mindig feljön, amikor erről van szó, hogy Molotov koktélnak dobálják, ezt nem tudom, hogy miért így kellett, hogy ezt dobálja, miért nem lehetett sima bumpát dobni, vagy valami más. Azt szerintem a fejlesztőktől egy olyan poén, ami kikerült a kezük közül, aztán tényleg az lett. A mini játékok vannak itt fő szempontba. Az alap játékmenet az abból áll, hogy vagy egy térképen, és ott vannak portálok. A megszokott Game Boy Advance-os platformer játékok játékmenete kerül át az ilyen nyílt pályákra. Ott te úgy ugrálhatsz, és eljuthatsz portálokig, gyűjthetsz majd ilyen wumpákat. Ez egy jó kezdet volt, nekem meg is tetszett, aztán jöttek a mini játékok, amikben nem mindegyik volt olyan jó.
Volt ez a crunchos súlyemelős, ez szerintem egész jó lett. Aztán volt a tankos, ami szerintem az a leggyengébb, mert a tankos irányítás és látószög az nem valami erőteljes ebben a játékban. Viszont ugye a poláros, tehát ugye a balra-jobbra haladás, az úgy szerintem teljesen jók lettek, elfogadhatóak. Volt még ez a bárányokat lövöldözünk, hát az is egy érdekes dolog volt, tehát hogy volt még akkor ezen az úszás, az ilyen úszógumin kellett menni, az hajazott egy kicsit a Crash 2-re. Szóval én azt mondom, hogy a mini játékok azok érdekesek voltak, nem annyira izgalmasak, de úgy a legtöbb minijáték azt mondom, hogy elfogadható volt. Aztán volt ez a kártyás dolog is a játékon belül, money bags és akkor a kártyagyűjtés, ez nekem nagyon megtetszett, mert akkor így volt lehetőség arra, hogy akkor mupákat értelmes gyűjteni, és akkor ezekkel lehetett úgy akkor fizetni és akkor megszerezni kártyákat. Szerintem ez egy jó hozzáadás volt, egyszerű, de nagyszerű. Viszont így a játék az tényleg nem kiemelkedő, amiatt, hogy milyen a játék menete. Tehát vannak jó ötletek benne, de ez a sok jó ötlet nem ér annyit, hogy a közepesből kiugorjon ez a játék. Tehát maradt ebben a rangban. Viszont a játék, ami majdnem kiugrott, de még mindig a közepes rangban van, az a Crash Tag Team Racing. Én nagyon sajnálom, akit most ezzel így megsértek, hogy a 16. helyre tettem ezt a játékot, de gondolkoztam, hogy lépjen át a következő rangba, vagy maradjon itt, de én azt mondom, hogy ez a közepesek közül a legjobb a Crash Tag Team Racing. Ez nem az első versenyzős játék. Volt először a Crash Team Racing, azt még a Naughty Dog készítette, aztán jött a Crash Nitro Kart, amit én külön mondanék a fő verzióra és a Game Boy Advance-os verzióra is, és akkor jött a Tag Team Racing. Arra gondolnánk, amit látunk az előzetesekben. Oké, itt akkor csapatosabb, még jobban összedolgozunk akkor, hogy Tag Team Racing, elkapjuk egymást a csapatokkal, viszont a helyzet az nem ez volt. Az kicsit furcsa volt, mert van platformerkedős rész is, és utána van ez az autós versenyzős rész is, ami teljes mértékben egy jó gondolat, de a megvalósításban a százalékok az, amelyek számomra a közepesbe tartották ezt a játékot. Én úgy érzem, hogy ilyen 70 százalék, amikor autóban, versenyzéssel, harcolással töltjük az időt a játékba, hogyha a maxolásra 100%-ra megyünk, és 30%-ban töltjük az időnket pedig platformerkedéssel, vagyis így a vidámpark bejárásával. Ezt kellett volna jobban áttolni fordított esetben, hogy 70% amikor platformerkedünk, és akkor 30% amikor versenyezgetünk, de ez a Tag Team Racing játék, tehát gondolom emiatt nem akarták ezt tenni. Amikor elkezdődik a játék, beérkezünk a parkba, a sztori szépen felvezetve, érdekes, misztikus, és előre akar minket vinni, és szerintem a játékos szívesen halad, és fedezi fel ezt a kiváló helyszínt, a vidámpark, ahogy feloldódik, és ahogy platformerkedünk, felfedezgetünk itt, szerintem az élvezetes. Az szerintem a jó kategóriába sorolható. A probléma az, hogy miután így felfedezzük ott a fő helyszínt, bemegyünk akkor a Mystery Islandbe, és ott akkor ott vannak a kapuk, ahol nekünk versenyezni kell. Ha egy-egy-egy verseny lenne, és mennénk tovább, és rövidebb lenne esetleg a játék, de akkor nyilván, ha rövidebb a játék, több időt töltünk a platformerkedéssel, akkor lehet, hogy még jobb lenne ez a játék, de az a helyzet, hogy egy kapu mögött van vagy 6 darab játékmód, ami nem baj, csak ahogy ez prezentálva van, hogy belépünk a kapun, és akkor ott van az összes játékmód. Nekünk ezzel nincs bajunk, szerintem. Jó, hogy ennyi fajta játékmód van, a baj az ott van, hogy egyszerre az összeset ide rakja nekünk, és akkor a Crash játékos azt mondja, oké, nyomjuk végig. És miután egy kaput megcsinál mindegyiket, utána azt mondja, hogy fú, hát ez kemény volt, most inkább játszok valami más játékot. Ami ez a játék, az, ahogy mondtam, 70% versenyzés,
ami játékmenetileg visszalépés. Crash Team Racing legjobb kart racer a világon, mindig is az marad. Kész! Crash Nitro Kart nem tudott felérni a Crash Team Racingnek az örökségeihez, de nagyon próbálkozott, hogy ezt megtegye. Örülök, hogy azért hozott újdonságot a PS2-re, majd róla még beszélünk. Viszont itt a Tag Team Racing az nem tudta egyiket se imitálni, és szerintem nem is akarta. Itt az volt a cél, ez a Tag Team, hogy két kocsi egybeolvad, és akkor együtt megyünk. De amint ez megtörténik, a játék befejeződik. Vezet számunkra az AI, tehát a másik, akivel összekapcsolódtunk, ő vezet, mi pedig lövöldözünk. Tehát ez egy célzó lövöldöző játék? Vagy akkor lépjek át, és akkor versenyezzek? Tehát, hogy én legyek a versenyző és az összeolvadt kocsiba? Akkor meg gyenge az irányítás, nincs benne semmilyen mélység. Van ez a drift, de alig működik, vagy hát jó, működik, de szerintem nem olyan élvezetes. A pályákra meg nem lehet figyelni, hogyha te lövöldözöl. Tehát te inkább akkor az élvezetesebbet választod, amikor célzol és a mögötted érkező ellenfeleket legyőzöd, de akkor meg a pályára alig tudsz figyelni, mert hátrafelé nézel, mert úgyis mindig elől vagy. Sajnos ez a játék így sikerült, amit szeretnék, hogy elhozzák későbbi játékba, az a vidámpark és a bowlingozás. Mua! Az ilyen jó lenne, hagyjuk el a közepes rangot. Jó! Végre megérkeztünk, de a jónak a legalján vagyunk, tehát Crash Bash. Ez a party játék, ami mindenki számára egy remake-et kíván. De hogy ne a remake-ről beszéljek, hanem a Crash Bashről, azt most tegyük meg. Miért került ide ez a játék? Csekkoljuk le. Tehát ott vagyunk történetileg, hogy megjelent három darab platformerkedős játék a Naughty Dog-tól, megjelent egy versenyzős játék a Naughty Dog-tól, és akkor a következő, hova tovább? A Naughty Dog ott hagyta a Universalt, nem ő fejleszti a következő Crash játékot, sajnos a Universalnál maradt a Crash Bandicoot játékok alkotásának joga, kiadták a Eurocom fejlesztő csapatnak, hey emberek, mit csináltak eddig a Naughty Dognál? Csináltak platformerkedést, mint Mario, csináltak versenyzés, mint Mario. Mit csinál még Mario? Partizik! Let's go! Csinálj egy party játékot. De ez a jó kategória. A Crash Bash az egy jó játék, egy jó party játék, de nem kiváló. Nézzük, hogy mit hozott a Crash stílusába. Hozott egy egyszerű sztorit, ami az eddigi játékokra is jellemző volt. A Crash 1 és Crash 2 sztoria egyszerű. A Crash 3-ba próbáltak már belefűszerezni egy ilyen visszautalást, hogy Uka-Uka irányította a Cortexet, de ez csak a háttérben történt. A Crash Team Racingnek a sztoria pedig szintén ilyen egyszerű, a Crash 2-jéhez hasonlítanám majd egyszerűségben, hogy jön egy ilyen földön kívüli, és akkor meg akarja hódítani a földet, mi pedig versenyezünk és győzzük le. Itt szintén egy ilyen egyszerű sztori van, amivel teljes mértékben az nem igaz, de mondjuk úgy, hogy elfogadható. Mert Aku-Aku és Uka-Uka szembeszáll egymással, azt mondják, hogy kik a jobbak, a jók vagy a rosszak. És ennyi. Elég is, én azt mondom. Menjünk is tovább, és nézzük a játékmenetet. Úgy van felépítve nekünk, mint ahogy megszokhattuk, szobák, szobákból pedig nyílnak a játékok. Ezek a pályák érdekes minijátékok vannak, de a problémák itt kezdődnek. A minijátékokban az trófea fő gyűjteni való, és itt az első bökkenő. Háromszor kell nyerni, és nekünk akkor adják meg a trófeát. Ez sok. Az a baj, hogy háromszor nyerni kell, és hogyha mondjuk nyer az ellenfél is, akkor egymás után akár négyszer-ötször ugyanazt a menetet, ugyanazt a mini játékot játszod, ami hát vontatottá válhat. Folytatjuk tovább.
Végig megyünk az első szobán, mindegyik pályán, jövünk a második emeletre, a második szobába, ugyanúgy megyünk a pályákon, de észreveszed, ezek ugyanazok a mini játékok, egy kicsiben más köntössel, kicsiben más mechanikával. Ha tetszettek a mini játékok, tetszeni fog a következő is, de ha nem tetszik, akkor végig kell szenvedned minden egyes szobában, egy darab új mini játék jön, és a többi az pedig úgy új köntöst kap. Vannak, amelyek köntösök erősítik a mini játékot, valamelyik meg gyengíti, valamelyik meg úgy hagyja, de én azt kell, hogy mondjam, hogyha partizni akartál a Crash rajongókkal, akkor ez egy jó, sőt lehet, hogy kiváló játék is. Hogyha Cope módba akartad 200%-ra végigtolni ezt a játékot, akkor te ide jössz én hozzám, én pedig leveszem a kalapom, és megdicsérlek, hogyha ezt sikerült megtenned. Mert a trófea az csak egy dolog. Ott vannak még a drága kövek, és ott vannak a kristályok, ott vannak az arany platinák, meg ott vannak a arany relikviák, és az platina relikviák. Na jó, ez nem lehetetlenség, de ott már olyan nehézségek vannak, és az AI, tehát ahogy a gép irányítja őket, már olyan ügyességet mutat, hogy hát talp, a talp az kell, a gerinc az kell, az erő az kell. Én azt mondom, hogy a remake, amit kérnek a játékosok, az lehet, hogy érdemes elkészíteni, de nagyobb változást kell tenni, mint amit a Crash Team Racing remake-jében tettek. Én azt mondom, hogy ez egy jó party játék, de a végére való eljutás is nehézkes. Tehát ez nem arról szól, hogy az elejétől végéig játszod nem 100%-ra, már az nehéz. Abban vannak olyan kérések, hogy neked a drága köveket és a kristályokat össze kell szedned, ami hátrányból indulást, nehézséget kér tőled, szerencsére azt csak egyszer kell megnyerni és megszerezheted. Úgyhogy a Crash Bash az egy jó játék, én szívesen térek vissza és játszok vele, viszont a hibáit nem tagadom. Jó! Crash Nitro Kart a Game Boy Advance-on. Ez egy jó játék, ezt tudjátok. Mivel még nem hallottátok a Crash Nitro Kartot eddig, ezért már gondolhatjátok, hogy az jobbnak ítélet én tőlem, de nagyon sokat gondolkoztam, nem titkolom, a 14. helyen vagyunk most, és a 13. lesz az alap Nitro Kart. Gondolkoztam sokat, de figyelembe vettem azt, hogyha én a döntés előtt vagyok, mit játszok most, ahogy itt ülök. Én azt mondom, hogy a Nitro Kart fő verzióját játszom most. És nem azért, mert a Game Boy Advance-os rosszabb lenne, hanem azért, mert azt egyszerűbb számomra sokáig élvezettel játszani. Mert a helyzet az, hogy a Game Boy Advance az egy ilyen kis konzol, ha most úgy kézbe azt a kis konzolt használom, akkor 2-3 versenye is rendben vagyok. Egy nagyon jót játszottam. Hogyha a Nitro Kartot a fő nagy képernyőmre emulátoron játszom a Game Boy Advance-ost, akkor szintén ebbe a bajba vagyok, hogy ott tudnám játszani a kontrollerrel, csak az a képi hatás néha azért szerintem a játékmenetben lehet, hogy látszik, hogy nem annyira egyszerű ezt úgy sokáig nézni. Számomra legalábbis lehet velem van a baj, de egy idő után úgy fárasztó volt játszani, ahogy így a háttér mozog, és ahogy itt az előtérben mi csúszkálunk. De nem szabad eltagadni tőle, hogy ez egy jó játék. A Game Boy Advance-ra elhozni így a Crash versenyzést, a Nitro Kart versenyzést ráadásul, sikerült elhozni azt, amit a fő verzióra, plusz én úgy gondolom, hogy a mechanika, az irányítás, a farolás, driftelés élvezetesebb. Ez jobb, ezt én kimerem jelenteni. Az, hogy én hogyan fogok farolni és boostolni, az a Game Boy Advance-os az nyerő. De nekem a teljes csomagot
az egész Crash Bandicoot szériával kellett összehasonlítanom, úgyhogy én azt mondom, a Game Boy Advance az a 14. helyre került, jó játékról van szó, végigviszi a Crash Nitro Kart sztoriát a világokkal együtt, a pályákkal együtt, próbálkozik a pályákon belül olyan változtatásokat, ugratásokat, olyan kanyarokat tenni, amivel éreztetni akarja a különbséget, amivel megpróbálja egyedivé tenni a pályákat, tehát már a Crash Bandicoot DS verzió, a rossz kategória, az elbújhat, mert ott nem érezhető ennyire, nem tapasztalható ennyire a változás pályáról pályára. Itt igen, valamelyes fel lehet ismerni azt, hogy a fő verzió Nitro Kart és a Game Boy Advance Nitro Kart hogyan inspirálta és hogyan hozták el kis kézi hardware-re. Mert azért be kell látni, hogy egy Game Boy Advance-ra olyan antigravitációs fel a falon fordulok az egész, ezt nem lehet elhozni. Ezt be kell látni, és el kell fogadni, és örülni kell annak, hogy a Game Boy Advance-ra elhozták nekünk, sőt, Fake Crash, na ez egy dolog, Spyro plusz bossok irányítása. Ehhez pedig olyan fejlesztők kellenek, akik azt mondták, hogy igen, adjunk valamivel többet, adjunk valami pluszt, ezt még rakjuk bele, és olyan játékmenetet hozzunk a Game Boy Advance-ra, ami élvezetes. A maximálisat kihozták szerintem ebből a hardware-ből, a Crash Nitro Kart játékmenete itt jobb irányításban, viszont a teljes csomag az a következő hely, a főjáték. A jó játékok kategóriájába a 13. helyre került a Crash Nitro Kart, ami főkonzolokra jelent meg, és próbálkozott, ismétlen próbálkozott, hogy a Crash Team Racinget elérje. A Crash Team Racing az egy olyan lécet tett, én szerintem, a kartrészereknek a világában, amit azóta nem tudott senki és semmi megugrani. Az a játékmenet, amit ott lehoztak, az egyszerűen újra alkotható, de nem teszik meg, mert tudják, hogy akkor az kinek köszönhető, azt nem fogják tudni megugrani. Itt elhozták, azt mondták, a Crash szériában vagyunk, hozzuk el. Megpróbálták, de szerintem másoknak is ezért nem sikerül. Itt, ahogy farolsz, ugye akkor az a bizonyos csík ott jelzi számodra, hogy mikor kell egy gomnyomást letenni, egy boostér. Három boost, és kezd újra a farolást. Na de, az itteni boostolás és utána nyert sebesség, lendület nem érezhető úgy, nem olyan élvezetes a kanyarok bevételénél, nem úgy kanyarodik, nem úgy farol, mint ahogy megszokhattuk egyrészt, másrészt, mint ahogy elvárható is lenne. Tehát a játékmenetben az a sebességérzet nem olyan kiemelkedő, hogy nagyon szívesen és élvezettel telien tennénk ezeket a farolásokat és boostolásokat. Emellett a sztori az hasonlít a Crash Team Racingre, hogy megint egy ilyen földön kívül is történet, de kiegészültek új földön kívüli karakterekkel, amik számomra örvendetesek. Örülök, hogy hozták Big Norm, Small Norm, Nash, hozták Crank, aztán Geary, hogy ne adjak ki senkit, Emperor, Willow. Szerintem a sztori az olyan jó, mint amilyenek voltak az eredeti trilógia, Team Racing, Crash Bash, azt a célt szolgálta, és azt el is érte. Pont ennyi történet elég is egy ilyen játékhoz, fenntartja az érdeklődést, furcsa és jópofa karakterek vannak, azt mondom, hogy az rendben van. Játékmenetről beszéltünk, a pályák azok viszont tényleg újítást hoztak a kartrészerbe. Lehet, hogy a kartrészereken belül nem ez volt az első olyan játék, ami ezt az antigravitációst hozta, de az biztos, hogy a Mario Kart előtt volt ez az ilyen falon megyünk, fejjel lefele megyünk, antigravitációs, átváltozik a kocsi, hogy milyen, az biztos, hogy itt volt hamarabb. Az is tény, habár én még nem játszottam, de tényként közlik, hogy
a Mario Kartban jobb az antigravitációs játékmenet, mint itt. Én csak ezzel játszottam, erről tudok nyilatkozni. Nyilatkozatom pedig az, hogy ez egy olyan újdonság, ami szerintem innovációnak kellett, tehát nem lehetett csak úgy elhozni egy ilyen Crash Team Racing feelinget, hanem Crash Nitro Kartot hoztak, és szerintem jó, hogy megtették ezt a lépést. Ezzel egy kis frissítést, egy kis érdekességet adtak a játékhoz, és kiérdemelte azt, hogy a jó kategóriába kerüljön. Crash of the Titans. Nem zártuk le ezt a játékot? Dehogy nem. Viszont van itt egy rész, ami ide került a jó kategória felső részébe, a Nintendo DS játék. Ezzel zárjuk le. Én azt mondom, hogy ez bizony egy olyan új köntös, amiről még felismerhető, hogy ez bizony egy Crash játék. Így kellett volna a fő konzolokra elhozni, és sokkal jobb lett volna a fogadtatása. Akik ezt fejlesztették, azok érezték, tudták, és úgy tűnik szabad kezet kaptak? Vagy ők harcoltak ki szabadságot? Nem tudni. De azt tudni, hogy ez egy jó játék. Ha a Titans-t akarod, akkor ezzel játsz, mert igaz. Nem tagadom, ahogy kinéz a játék, az nem feltétlen, nagyon izgalmas. Grafikailag a DS-ből kihoztak mindent, de hogyha én ezt ajánlani akarnám, a Crash of the Titans élményt, akkor azt mondanám, hogy nézz túl, lépj túl, haladj ezzel a játékkal inkább, mint a fő konzolos verzióval, vagy a Game Boy Advance-ossal, mert itt doboz összetörések vannak, platformerkedések vannak, ezeket azért mondom így, mert ilyen furcsa alapdolgok, de ezek adják a Crash stílust, a Crash lelket. Az, hogy platformerkedsz, összetörsz dolgokat, az jutalommal téged ellát, és mivel a Titans az hozta ezt az új stílust, hogy átvehetjük ilyen lényeken az irányítást és velük harcolunk, ezért azok is benne vannak. Ugyanúgy vannak ilyen lezáró dolgok, hogy akkor most lezáródik az ajtó és akkor le kell győzni, de ezek úgy vannak elszórva. Emlékeztek a Tag Team Racingnél a 70%, 30%? Itt úgy van felosztva egy-egy pálya, meg így az egész játék, hogy inkább 60-40, talán így, 60% platformerkedés, doboz összetörés, nézelődés, 40% harcolás. Plusz, hogyha költöd és fejleszted a Crash-edet, már ez is kiemelkedő, hogy fejlesztheted őt, akkor fejleszted a sebzést, a támadást, bum! Hamarabb, gyorsabban túl leszel a harcon, és kész! Tehát beletehetik a játékba azt, hogy most nem egy pörgés, hanem 2-3-5 pörgés, míg legyőzöl valamit. Tehát mindig is voltak ellenfelek Crash ellen, csak annyi volt, hogy elcsúszod, elpörgöd és kész. Legyen akkor 2-3 pörgés, oké. És itt ezt a játékban így csinálták meg, hogy akkor ütés 1-2, aztán jól van, mehetünk. Ez kellett volna nekünk. Ez a Crash of the Titans DS azt mondta, én hozok egy saját sztorit. Ez milyen már? Nem tudom a hátterét, de olyan kíváncsi lennék, hogy fejlesztették ezt a játékot, mi volt a stúdió közötti beszélgetés. De hoztak egy egyedi sztorit, hoztak két befejezést, egyiknél az állad leesik, a másiknál a szemed nyílik, hogy wow, ez igen. Hú! A Crash of the Titans mini játékokat is hozott, hogy a DS-nek a tapintgatását is kihozza, de nem fogja elvenni a reflektorfényt a Crash stílustól, hogy járkálsz, dobozokat törögeted, platformerkedsz, bónuszpályákon mész, és gyűjtöd a kincseket. Ez bizony az, amire szükség lett volna a Crash of the Titans-nek a fő verzióra, mert így bele lehetett volna igazgatni a Crash rajongókat az ilyen hack and slash, vagy ilyen beat'em up stílusú játékba, hogyha már ez volt a felkapott az azokban az időkben. Minden esetre ez egy jó játék. Jó játék legjobbja, ha lehet ezt mondani, az a Crash Bandicoot
The Wrath of Cortex. Bizony, a jó játékoknál azt mondom, hogy a rangot fejezzük be egy jó játékkal, viszont gondolkoztam, hogy melyik lesz az, amelyik ide a 11. helyre kerül, Crash of the Titans DS, vagy pedig ez, mert az igazság azért ott van, hogy vannak rossz dolgai, vannak rossz dolgai ennek is. A helyzet az, Crash 3 után vagyunk, Crash Team Racing megjelent, Crash Bash megjelent. Most jött el az idő. Egyik dolog. Hol van egy platformer Crash játék? Másik dolog, hol van egy PS2-es Crash játék, ugyanis most jelent meg? Ez két olyan dolog volt, aminek egyszerre meg kellett felelni. Új konzolok jöttek, azokra kellett Crash-t fejleszteni, plusz valamilyen platformert kellett fejleszteni, mert ugye az, amit megszerettek, az a gyökere a Crash játékoknak. Tehát, mire gondoljunk, honnan szerezzünk inspirációt? Csekkoljuk le az előzőt. Crash Bandicoot 3 Warped kiemelkedő volt. Mit csinált? Hozott Crash-t, bosszokat, szobákat és különböző játékmeneteket, különböző stílusokat, mert valamikor repülőzünk, valamikor motorozunk, úszkálunk. Oké, nyomjuk! Ezt tette a Crash Bandicoot The Wrath of Cortex. Fogta, amit a Crash 3 csinált, és feltekerte ezt gőzerőre. A probléma ez volt. Ugyanis most egy-egy szobán belül még kevesebb, alig-alig van már platformer játékmenet. Van ez a szúnyogrepülő, van ez a gömb, amiben megyünk, van akkor űrhajórepülő, pályákon belül is vannak dolgok. Tehát ez egy kétes dolog, ami a Crash 3-ban sokaknak pozitív volt, hogy változatos játékmenet van az ilyen mechanikákkal, viszont számomra már ott is sok volt, hogy elvette a platformerkedéstől az időt, itt viszont végképpen elcsúszott a játék ezen. A csúszásról gondoljunk bele abba is, hogy az első pálya olyan, ahol csúszkálni is kell, egy havas pálya. Ez nem feltétlen jó dolog, de azért legalább emlékezetes ez az első pálya is. Tehát itt túl sok különböző az irányítható jármű, vagy különböző irányítási forma, ami elveszi a platformerkedéstől a főszerepet. Viszont a Crunchnak a behozatala a történetbe az szerintem egy jó dolog volt. A felépítése, én azt mondom, hogy egy pozitív a játékot tekintve. A további elementál maszkok azok szerintem sikeresek voltak, és ezen túl is annyira pozitívan gondoltak rá, hogy hoztak be újabb maszkokat a Crash 4-es visszatérésében, ami a valódi Crash 4, vagy hogy nevezzem most már, a Toys for Bob által fejlesztett 2020-os játék, és ami még kiemelendő, de nem azért, mert szép, hanem azért, mert furcsa, ahogy kezdték a fejlesztését a PS2-nek, gondolom hamar kaptak egy ilyen fejlesztői kitet, és akkor arra kellett nekik összerakni valamit. A grafikája elég fura, ilyen mosott, vagy nem tudom, hát ilyen... Látjátok, hogy az átvezetők milyenek, ez a Cortex, ahogy kinéz, meg az összes ellenfél, ahogy kinéz, az elég fura. Összefoglalva, a Crash Wrath of Cortex az egy olyan játék, ami jó játék, Crash játék, de a Crash 3 és azok a járművek feltekerve 200%-ra, úgyhogy csak készülj fel rá. Nagyszerű! Crash Bandicoot 2 Entranced, nem a Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back, hanem az Entranced. Ez az a játék, ami a Game Boy Advance-ra készült el. Második játék volt, ami ilyen platformeres köntöst öltött, és gondolkoztam, hogy ez vagy az első játék lenne a jobb, de végül is, ahogy újra a helyzetet átmértem és felmértem, azt mondom, hogy ez egy hasonló okoknál, mint a Wrath of Cortex, egy kicsivel gyengébb helyet ért el, de ettől függetlenül a rang az ott van. Nagyszerű játékról van szó, ami az Entranced-et illeti. A történet folytatódik ott, ahol az első Game Boy Advance-os játék
befejeződött. Új karakter érkezik, Entrance Fakeresnek, akkor itt is a bemutatkozása. Entropy Boss, ez a játék, igen. Entrance karaktere beérkezése úgy megpesdíti Cocoa és Crunchnak az életét, hogy ők lettek a bosszok. Itt hamarabb volt, mint a Mind Over Mutantbe, és a játékmenet azért kiegészül úgy, mint az XS és a Huge Adventure, a másik Game Boy Advance-os játék, azt a mechanikát, azt a mozgást és azokat a grafikát, azokat az elemeket hozták, csak kiegészítették még ilyen másabb járműves dolgokkal, amik lehet, hogy nem voltak annyira kedveltek. Számomra a sztori az meglepő, és jó, mármint Cortexről beszélhetünk ebben a játékban? Mennyit? Aztán a játékmenetben ezek a kis kiegészítések, ezek a szőnyeg, meg az ilyen jetpack, azok, amik arra emlékeztetnek egy kicsit, mint a Wrath of Cortex, hogy így a pályán belül vannak ilyen átváltások, tudod, erről van szó. És érzem azt is, hogy nem volt túl sok ötletük ezeknél a képességeknél, hogy ilyen hatalmas magasugrás, tehát a Super High Jump, meg a Super Slide, tehát hogy már túl sok ötletük nem volt, szerintem a Game Boy Advance-nál már kipróbálták hozni a maxot már az első játéknál is, úgyhogy emiatt érzem úgy a játékmenetben egy kicsikét gyengébbnek, ahogy a pályák fel vannak építve, és a második fele némely pályának ilyen ilyen változatosnak tettetett, ilyen szőnyegen való haladás. Én azt mondom, hogy az Entrance a top 10-nek a 10. eleme. Crash Bandicoot XS, vagy a Huge Adventure, a hatalmas kaland, vagy az Extra Small, Extra Kicsi kaland. Érdekes neveket adtak, ahogy megjelent külön Európába és Amerikába. Ez az első Game Boy Advance-os játék, ami itt megjelent, az megpróbálta elhozni a Crash 2-es játékmenetet, és én azt mondom, hogy a hardware-t a Game Boy Advance tekintve teljes mértékben sikerült nekik. Mi történt ugyanis? Emlékszel, hogy a Crash játékokban vannak ilyen mozdulatok, hogy egyenesen mész 3D-s térbe, illetve vannak olyan bónuszpályák mindenképpen, de a főpályán is, amikor két dimenzióban balra és jobbra haladsz. Na, akkor gondold el azt a balra és jobbra 2D-s mozgást, hozd el Game Boy Advance-ra, pakold össze így a pályákat egy kis pesdítéssel, és megkapod az XS-et. Itt is vannak ilyen változások, hogy akkor poláron mész a pályán belül, vagy akkor vannak ezek a jetpackesek, de én azt mondom, hogy mivel nekem, ugye a Crash, spoiler, a Crash 2 az jobban kedvenc, mint a Crash 3, ezért számomra az XS is jobb, ami a Crash 2-re hajaz, mint az Entrance, ami inkább a Crash 3-ra hajaz. Tehát én innen, ebből a szempontból közelítem meg ezt a játékot, és emiatt jelzem azt, hogy számomra miért került a 9. helyre. Én a történetet is úgy mondom, hogy hát első próbálkozás volt az Game Boy Advance-ra, tehát ezt aláírom, nem annyira kidolgozottas, mint az Entrance, de azért szerintem elég jó egy első alkalomra itt a Game Boy Advance-on, hogy megpróbálkoztak egy új sztorival, így Cortex-szel, és ahogy így az átvezetőkben is észre lehetett venni, hogy honnan veszik ezeket az átvezetős képeket, de a lényeg, hogy ez egy nagyszerű játék. Nagyszerű játék még a Twin Sanity. Amikor csak kimondom már ezt a játékot, akkor mosolyra áll a szám, hogy ez egy milyen nagyszerű játék. A 8. helyre tettem én ezt sok-sok gondolkodás után. Egyszerűen ez a játék fenomenálisan befejezetlen, de mókásan, végtelenül, nem tudom, mert olyan érzéseim vannak ezzel a játékkal, hogy arra kell emlékeztetnem magam, hogy milyen volt az első végigjátszás. Amikor először nekiültem, és azt mondtam, na nézzük, milyen ez a játék, wow, nyílt világ, Crash, dupla ugrás, milyen jól néz ki, csúszka, Cortex itt viccelődik, ott van az a borz, az ellenfelek. Tehát ott nem
tűnt fel semmi olyan bug, semmi olyan hiba, semmi olyan kihagyott dolog, annyira nem nagyon tűnik fel. Hanem azt tűnik fel, hogy bomba után bomba után bomba, mármint értem itt ez alatt azt, hogy egymás után jönnek az egyre vadabb és vadabb ötletek. Engine boss fight, Dingo Dye boss fight, Rusty Walrus kerget minket. Annyi dolog van itt egymás után. Lerúgjuk Cortexet rajta, sielünk lefelé. Tehát, hogy itt ez a játék egy poén. Ez egy nagyszerű élmény. Ez egy rövid, de annál tömörebb. Ez egy nagy tort, ez egy torta szelet, amiben benne van, hogy 5 torta íz. Eszed az, milyen jó ízek egymás után, na jó, kajára ne menjünk, mert még égesek lesztek. Ez a játék a PS2-re így a második ilyen főbb platformeres játék, a Wrath of Cortex után, és ahogy kinéz a játék, az igen. Így kell kinézni egy Crash játéknak ebben az időszakban. Örülök, hogy ezt meg tudták hozni. Nyílt világ, szuper, bejárhatjuk betöltő képernyő nélkül a világot? Igen. Észrevehető, hogy merre vannak azért ilyen kis betöltések? Hát igen, tehát egy-egy nagyobb nyitott tér között van egy ilyen kis alagút, oké, tehát kell még, hogy fejlődjön a taktika, de akkor is egybe tudták valahogy fűzni, hogy úgy normálisnak tűnjön ki nekünk. Bosszok érdekesek? Hogyne már! Nincs olyan top 10-es boss lista, amivel Twinsanity-ből ne lenne valami. Változatosság a Crash játékmeneten belül? Természetesen! Amikor Cortex-el mentünk, az akkor nem volt olyan sok, de az ugrás és a lövés meg volt benne simán. Ninával mentünk, akkor abba is meg volt a támadás, ami a pörgés meg az ugrás. Az szinte teljesen olyan, mint a Crash-es irányítás. Ezek is jó hozzáadások. A bossokról meséltem, de a bossokról mondom még egyszer, hogy visszajött egy csomó olyan karakter, aki szerepelt eddig, és szerintem még több kellett volna, hogy visszatérjen, de hát ez a fejlesztői időnek a következménye. Nem volt túl sok fejlesztési idő, úgyhogy ki kellett vágni dolgokat. A sztori az egyszerűen vicc. Mindegyik átvezetőben van, hogy vagy elmosolyodsz, vagy tényleg nevetsz egyet. A probléma az, amikor másodjára játszod végig, mert akkor át akarod skippelni, hogy játszál, de nem lehet át skippelni. Tehát ezt mondom, hogy gondolj arra, hogyha már többször játszottad, hogy milyen volt az első végigjátszás. Az egy nagyszerű játék. Egyszer végigjátszod, megszerzed, akkor visszatérhetsz, vagy másodjára végigjátszod, hogy a drága követeket is megszerzed, és akkor azt mondod, hogy oké, ez egy nagyszerű játék volt. Még úgy is, hogy már második vagy harmadik játszásnál már észreveszed azért a hibákat. Tehát az aku-aku maszk nem ment meg a nitrótól, hoppá, itt mi van? Tehát észre lehet venni a hibákat, belekerülhetsz bugokba. Van olyan, hogy akkor itt nem tudod merre kell menni, tehát vannak hibák, hogy nincsen úgy jelezve minden. De egyszer végigmész rajta, akkor azt mondod, oké, ez egy jó játék volt. Hogyha már az elején úgy érzed, hogy ez nem neked való, akkor továbbiakban se lesz az, de hogyha az elején azt mondod, oké, ez egy jó, akkor nem fogsz csalódni, mert a Crash Twinsanity a 8. helyen egy nagyszerű játék. Crash, Crash, Crash. Hogyan is kezdted a sorozatodat? Nem gondoltad, hogy a Sonic feneke játékból ez lesz? Nem gondolták a Naughty Dognál sem, mert ez volt a gondolatmenet először, hogy ez egy Sonic játék, csak a 3D-be, ezért a hátulját kell nézned a karakternek. De amiket az első játékba lefektettek, az a mai napig felismerhetőek, és gondolhatóak, hogy itt szerepelt, vagy innen szerepel. Nem tudom, melyik volt hamarabb, az inspiráció honnan jött, vagy a motiváció merre ment, de az biztos, hogyha kerget egy nagy valami, és te a kamera felé szaladsz, akkor a Crash az eszedbe juthat, és jusson is eszedbe. Hogyha egyenesen mész, és vékony kis lécek, vagy lecek vannak, amiken ugrálni kell, és leeshet, és egy hídon mész, akkor a Crash eszedbe juthat, és jusson is eszedbe. Hogyha egy folyón, egy tavon kell átugorni, ahol vannak liliomok, tehát valami zöld növények, és ráugrasz, jusson eszedbe egy kicsit a Crash. Hogyha egy vaddisznóra, vagy valamilyen állatra rá kell ugorni, és akkor az megijed, és elkezd szaladni, és akkor te így mész, gondolj a Crashre.
háromdimenziós platformerek. Crash Bandicoot meg nem kerülheted. Olyan alapokat tett le, ami a mai napig megállja a helyét, viszont miért csak a hetedik hely? Én külön választottam az Ensign Trilogy-t, ami megjelent a mostani új konzolokra, és az OG PS1-es játékot, emiatt amilyen a PS1-es kinézet, grafikailag hatalmas lépés volt, hogy ezt meg tudták tenni. A hardware-t szétszették, a PS1-et és memóriát helyeztek át, hogy tényleg használja ezeket a részleteket is a játékban. Tehát amit elértek, az le a kalappal, viszont ahogy látjuk, a Crash 2 és a 3 azért szebb is lehetett később. Jobban ki lehetett dolgozni a karakterét. Plusz az irányításban érzek némi bizonytalanságot. Tehát, hogyha azt mondom valakinek, hogy a Crash trilógia közül játsszál mind a hárommal 5 percet, megnézik a Crash 2-t, megnézik a Crash 1-et, megnézik a Crash 3-at, és megkérdezem, na, ugyanolyan volt az irányítás? És azt fogja mondani, a 2 és a 3-nál igen, de az elsőnél valami nem stimmel. Nem az, hogy nem stimmel, csak még szerintem nem voltak benne úgy a fejlesztők, hogy olyan precízen ki tudják alakítani, mint amit a második részre sikerült. Tehát ez tényleg a PS1-re hamar készült el, és emiatt azért lehet, hogy nem tudták még elérni azt, amit valóban kigondoltak, de azt sikerült elérniük, hogy három dimenzióban egy karaktert úgy mozgathatsz, hogy élvezetes felfedezni azokat a pályákat, hogy egy-egy szigetről szigetre, pályáról pályára egymás utánba felfedezed ezt a világot, amit alkottak. Érdekes ellenfeleket, kicsiket, nagyokat győzhetsz le. Egyszerű irányítás, hogy ugrasz és pörgesz, és ezzel egyszerűen tudsz még haladni, és valami mélységet is adtál a platformerkedésnek azzal, hogy ha rajta tartod az ugrást, akkor magasabbra pattogsz. Én azt mondom, hogy igenis, ez egy nagyszerű játék a változatosan felépített világgal, játékmenetben is változatos próbált lenni, elérte azt a kifejezetten ügyes módszerrel azt, hogy meg tudják jeleníteni ezt a környezetet, és ebben ennyi minden mozoghat egyszerre, és emellett valami alapsztorit is hozzátettek, ami végül tényleg ki tudott nyílni, és a termést le tudtuk aratni. Mert ebben a Crash 1-ben alig van valami sztori, de ők tudták, és kidolgozták maguknak, csak nem tudták azt elraktározni, eltenni ide számunkra, hogy akkor hogyan mutassák meg. Tehát van az elején egy átvezető videó, meg a végén talán, hogyha Tavnát úgy megmented, tehát hogy annyi van az egészbe. De mégis azért fel tudták kelteni az érdeklődést, amiért még ez a hetedik helyen van, az a mentési rendszer, tehát emiatt nem ajánlanám legfőképpen a PS1-es verziót, mert itt, hogyha egy bónuszpályát befejezünk, akkor tudunk menteni, vagy ha egy drágakövet megszerzünk, de a drágakő megszerzése is azt kéri, hogy ne hajj meg egyszer se, ami azért túlzás ennél a játék mozgásánál, a mechanikánál, úgyhogy azt mondom, hogy ha játszol, akkor az Ensign Trilogy, de ne feledjük el, hogy miért nagyszerű ez a játék. A kedvencek. Crash Team Racing. Én már nem tudtam eljutni idáig, hogy ne említsem meg, és mondjam el a véleményemet egy-két gondolatban erről a játékról. Ez nem hogy a kedvenc kartrészerem, ez a legjobb kartrészer, ami valaha megjelent, és kész. Hogyha meg akarod változtatni a véleményemet, akkor küldd el azt a linket. Én próbálom és keresem, de nincsen. A PS1-es és a remake Nitro Fueled változatot külön vettem. Hatodik helyre tettem a PS1-es változatot, mert valóban megvan a kis charm, megvan a kis kinézet, megvan neki az a kis hangulata, amit a PS1-es poligonok adnak. És valójában ez az OG
ez az eredeti, ez az, ami lefektette az alapokat, és ez az, ami nélkül nem térhetett volna vissza semmi. Tehát, hogyha valóban ez tényleg olyan gyenge lett volna, hogy a Naughty Dog valóban azt tette volna, amit a történettel kigondolt magának. Az igazság az, hogy a Universal, a kiadó, és a Naughty Dog, a fejlesztő nem volt jó kapcsolatban, főleg már a végére a fejlesztési négy játéknak. A negyedik játék volt, amit kértek tőlük, az a Crash Team Racing. Ezért azt mondta a Naughty Dog, jó, akkor beleteszünk egy földön kívülit a sztoriba, annál biztos, amiatt azt gondolják, hogy milyen butaság ez, és akkor nem fogják tovább vinni a Crash Bandicoot nevet, mert nem fog jól kinézni ez a dolog, hogy egy földön kívüli az ellenfél. A Naughty Dog nem teljesen, de azért nem akarta, hogy ez sikeres legyen ez a játék. Csak a sztoriba tették ezt. Játékmenetbe farolsz egy gombbal. Miközben farolsz, figyeled, hogy egy bizonyos csík elkezd mozogni. Ha ez a csík pirosat mutat, te megnyomod a másik farolási gombot, kapsz egy boostot. Mert mi van a mai kart racerekben? Megnyomod a farolást, elengeded a farolást, és akkor kapsz egy boostot. Sőt, a farolás közben szinte egyenesen mész, alig kell valamit irányítani, semmi. Itt, igen, lehet nyerni farolás nélkül is. Nem egyszerű, de lehet. Ha farolsz, akkor élményben lesz részed. Abban az élményben, hogy ezt nekem háromszor meg kell csinálni. Megcsinálod, piu, 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 háromszor egymás után, és azt veszed észre, hogy kész, ennyit engedett a játék. Utána azt mondod, oké, ugrok még egyet, és farolok megint. Piu, piu, piu. Ez az élmény, amit elhozott a Crash Team Racing. Azok a pályák, amik valóban az első három játékból ikletődött, és onnan lettek kiterjesztve valódi versenypályáká, amelyek mindegyike olyan, ami teljes mértékben egyedi, teljes mértékben precíz, és pontos munkának az eredménye. Nincs rossz pálya. Itt mindegyik pálya olyan, hogy valami céllal tökéletesen el van készítve. Játszhatod az összes karaktert, kivéve Nitrous Oxide-ot, a főboss-t nem lehet játszani. Vannak időpróbák, amivel még játszhatsz, és vannak kupák is, amikkel játszhatsz. Játszhatsz egymás elleni harci módot, story is van, felépítve előre haladással. Ez a legjobb kart racer. Hogy lehetne toppolni a legjobb kart racert? Úgy, hogy elhozzuk újra a legjobb kart racert, a Crash Team Racinget, és kibővítjük a Crash Nitro Kart tartalmával, de úgy, hogy nem a Nitro Kartra építem rá a Team Racing dolgait, hanem a Nitro Kartnak a dolgait hozom, és teszem bele a Team Racing mechanikába, élménybe és játékmenetbe. Ez az a döntés. Plusz, hogy még további szezonokat hoztak további pályákkal, további karakterekkel, további testre szabhatósággal. Ezek azok a döntések, amik ez lett a legjobb kart racer. Ez valójában a Crash Team Racing. Tehát Crash Team Racing nélkül nincs Crash Team Racing Nitro Fueled. De hogy így ki tudták egészíteni, az lenyűgöző. És kedvenc játék. Kiegészítették a Nitro Kartos pályákkal úgy, hogy átvariálták azokat a helyzeteket, amikor ilyen antigravitáció volt, és hogyha te játszottad, nem tűnt fel, hogy hé, ez nem is így volt, mert azokat az elemeket úgy hozták, hogy ja, igen, akkor
felismerhető, hogy ja, itt volt az az óra úgy fölfelé, csak itt most így megyünk. Tehát ugyanazokat az elemeket nem eltiporták, és valami pocsmányságot hoztak létre, hanem tiszteletbe tartották, és azt mondták, hogy hogy lehetne átépíteni Crash Team Racing lélekre. Sikerült nekik. Plusz, hozták a karaktereket kiegészítették skinekkel. A kocsit most már színezheted, kerekezheted, matricázhatod, lecserélheted, és a kocsikról még megemlíteném a Tag Team Racinget is, mert az ottani pályákat nem hozták át, szerintem arra nem is lett volna szükség, de az ottani kocsikat, ottani skineket, azokat hoztak át. Nem volt ez még elég? Oké. Okay. Kapod az egyedileg elkészített, Beanox által fejlesztett, tökéletesen inspirációs, Naughty Dog szintű pályadizájnt, pályafelépítést és feltöltést. Pontosan illeszkedik a Crash világába. Nem tudom elhinni, hogy mit csináltak, és hogy miért hagyták abba, mert ez a játék felülmúlhatatlan lesz. Nem akarom, hogy Crash Team Racing 2 legyen az a szívem szerint, mert nem fog szerintem túllépni ezen. Az eszem szerint pedig azt mondom, hogy ó, csak legyen már, mert hadd játszok valami Crash Team Racinget újra. A fejem azt mondja, a fejem akarja, de a szívem azt mondja, hogy nem, ezt hagyjuk így, mert ez így ez a legjobb. Emellett a fejlesztők azt mondták, hogy láttam, hogy szeretitek legyőzni az időt, még az OG PS1-es Crash Team Racingbe Entropy idejét legyőztétek? Oké. Okay. Az Oxide idejét legyőztétek? Ügyesek vagytok, megvan érte a jutalom, na de? Mit szóltok, hogyha hozunk nektek új időket? Emperor Willow megjelent a Crash Nitro Kartból. Ho-ho! Azt mondjátok, ez még gyenge? Azt mondjátok, hogy miért nem a fejlesztők maguk mutatják meg az ő legjobb idejüket? Elhozták. A William P. név az mindenkinek mond valamit, aki játszott ezzel a játékkal. A legkeményebb fejlesztő, aki a legkegyetlenebb időket elhozta, de hogyha te legyőzöl akár csak egy fejlesztőt is, akkor olyan érzés tölt el téged, amit nehéz máshoz hasonlítani. Nem csak azért, mert egy fejlesztő, hanem maga az, hogy milyen nehéz, tehát hogyha ezt elnevezték volna máshogy, az is nagy extra lett volna, de hogy tudod, hogy az valóban egy fejlesztő, és látszik, hogy ott versenyzik előtted, és te izzadsz, hogy leelőzzed, és te farolsz, és próbálod utánozni, vagy kitalálsz egy jobb trükköt, kitalálsz egy jobb ívet, vagy hogy ég, még itt be tudsz egy boostot vinni. Hú, ez az élmény. Nem lehet ezt már felülmúlni. Crash Bandicoot 3. Warped. Ismertek? Talán tudjátok is. Ez volt az első Crash Bandicoot játék, amit játszottam. Na de akkor miért a negyedik helyre került? Ne tévesszen már meg, a kedvencek rangba vagyunk. Ezek, amik itt vannak, ezek a kedvenc játékaim a Crash Bandicoot sorozatból. De Crash Bandicoot 3 az a negyedik helyre került, mert igaz, nem tagadom, ez az igazság. Ez a játék volt, amelyik megszerettette velem a Crash Bandicoot játék sorozatot. Ez az a játék, amire miután kipróbáltam a második, és kipróbáltam az első játékot, visszatértem, és ezt játszottam többet. Miért csak a negyedik hely? A Crash Bandicoot 3, amikorra már a Naughty Dog 2 játékon túl volt. A platformerkedést azt meg tudta úgy oldani, ahogy már az élvezetes és a kihívásokkal teli Crash Bandicoot 2 után a harmadik részre kicsit másabb köntösbe és másabb felépítésbe akart elhozni.
Úgy gondolom, hogy ekkorra már a visszhang eljött a Crash 1 és a Crash utántól, hogy nehéz a Crash játék. Ezért gondolom azt, hogy egyrészt a platformerkedések könnyebbek, kevesebb olyan van, ami nehéz. Talán a Future Frenzy van, hogy ott minden egyik drága követ megszerezzük, de annyi. És kiegészítették a játékot más irányítás módokkal, hogy ne kelljen akkor a nehézséget annyira felvinni, vagy pedig ne váljon unalmassá a platformerkedés, ha ugyanolyan nehézségen tartják. Hozták emiatt és kiegészítették úszással, jetskizéssel, motorozgatással, repülőzgetéssel. Vannak ilyen extra játékmódok, vagy játékmenetek, talán mondhatnám játékmenetnek, mert itt ugye új az irányítás, és amiatt egyszerűbb is kell, hogy legyen az első ilyen pálya, meg akkor a második nem annyit ugrik majd nehézségben, így könnyebb is lehet, hogyha egyszerűbb az irányítás, másabb a felépítése a játéknak. Emiatt a platformerkedés az valamilyen szinten a háttérbe szorult. Úgy értem ezt, hogy nem ő kapta a teljes főszerepet. Hogyha 100%-ra vissza akarunk menni, akkor majdnem 50-50, hogy mennyi a platformeres pálya, és mennyi a nem platformeres pálya. Tehát erre már nem emlékszem mostanában, de tudom, hogy ezt mások is jelezték, és én is utána számoltam, hogy mennyi pálya van, amikor platformerkedünk, és mennyi, amikor nem. Nem jelenti azt, hogy ezek nem lennének jók. Én, hogyha megkérdezik tőlem, melyik játékot játszam először, ha meg akarom ismerni a Crash Bandicootot, én azt mondom, hogy az Ancient Trilogy-ből a Crash 3-at játszd először. Ez az, ami a belépő szint. De mivel? Nem azt mondom, nagy, vagy hát lehet így nevezni, hogy Crash veterán vagyok. Én játszottam régóta, gyerekkorom óta. És ahogy újra játszom, nagyobb élvezet, több kihívás, és emiatt van a nagyobb élvezet a Crash 2 irányában, mert ott azért nem ilyen a pályáknak az elosztása, felépítése, viszont a Crash 3 az, amivel el kell kezdeni a Crash játékokat. A sztori már kidolgozottabb, több átvezetés, több beszélgetés van, és ezek jobbak. A játékmenet változatosabb, és emiatt a könnyedebb játékosoknak egyszerűbben fogyasztható, és azok a képességeket, amiket feloldunk, az is segítségek, és olyan dolgok, amivel az előrehaladásunk és fejlődésünk jobban észrevehető, hogyha visszatérünk majd korábbi pályákra, akkor erősebben térhetünk vissza, például dupla ugrással, vagy a nagy pörgéssel, vagy akár a wumpa ágyúval. Akkor már azt érzed, hogy igen, fejlődtem, igen, erősebb lettem azzal, hogy végigjátszottam a játékot. A kedvenceim között a negyedik helyen a Crash 3. Dobogó, harmadik hely. Bronzérem, Crash Bandicoot 2. Cortex Strikes Back. Cortex visszavág. Emlékszel-e, hogy fejeződött be a Crash 1? Legyőztük Cortexet, zuhan. Ugyanígy kezdődik a Crash 2. Ez egyszerűen imádnivaló. Ez kiváló dolog, ahogy egy az egybe ott folytatták. Igaz, hogy utána akkor volt egy egyéves ugrás, de hogy megmutatták azt is, hogy mi történt. Rátalált a kristályokra. Ezek a kristályok. Úgy, ahogy Cortex, én is örülök nekik. Olyan élvezetes összeszedni ezeket. Olyan jó érzés ezeket oda felhajítani a pályák tetejére, ahogy megszerzed. Ez az, ami a nagy élvezetét nyújtja a Crash játékoknak. A maxolás, hogy mindent összetörtél, mindent megszereztél, és teljesítettél, és rátaláltál. Na, a sztorit zárjuk le először. A sztori itt kiegészül és bővül azzal, hogy Cortex, Coco és Embryo is próbál, és beszélget is, nem csak próbál,
de beszélget Crash-el egy-egy pálya után, és ezzel akkor jobban megismerhetjük mindannyiójukat. Coco beérkezett, mint segítő testvér, és így a háttérben próbálkozik azzal, hogy segítsen minket az előrehaladásban. Megjelent nekünk a Warp Room, a szoba, ahol mi választhatunk 5 pálya közül, és hogyha megvan az 5 pályán a kristály, akkor mehetünk a bossra. Az 5 pálya esélyt ad nekünk arra, hogy ha nem sikerül valamelyik, akkor megpróbálkozunk egy másikkal, és majd visszatérünk erre. A Crash egy erre nem adott lehetőséget. Az egy lineáris volt, azt mondta, hogy csináld meg ezt a pályát, és csináld meg, és úgy menj tovább. Itt pedig az van, ha esetleg nem sikerül, visszamehetsz a főszobába, és próbálkozhatsz másikkal. Nekünk a játékmenet bővül a jetpackkel. A poláros pálya, az azt mondom, hogy az a vaddisznós pályának úgy a egyik változata. A jetpack az, amire nagyon büszkék is, hiszen az intróba is már egyből mutatják, hogy itt a jetpack, és tudunk repülni vele. Ez az irányítás lehet egy kicsit úgy szerintem valóban szokatlan lesz az elején, de aztán hozzá lehet szokni, és azt mondjuk, hogy mivel csak ez a két pálya van, ezért okay, legyen ez. De a játékmenet, a fő játékmenet az a platformerkedés, aminek a felépítése, elhozása és precizitása olyan emelkedést mutatott a Crash 1-től a Crash 2-re, hogy a Crash 2 mozgását hozták el a Crash 3-ba is. Ez már mondhatni tökéletesre van csiszolva, nagyon szépen és biztosan tudod irányítani. Te vagy az irányító, úgyhogy nyugodtan bármire gondolsz, játékszabályainak megfelelően, ha egy ugrás, ha ez a pörrögve, nagyobb ugrás, a hasalás, ezeket használhatod és meghódíthatod. Az első végigjátszásnál nem fogod azt mondani, hogy huf, na hát én már is megyek és megszerzem az összes doboz összetörésével halál nélkül az egész pályát, de azt mondod, hogyha visszatérsz második végigjátszásra vagy drágakőre, wow, mennyit fejlődtem, mennyivel könnyebb lett ez a pálya, hát de én nem tudtam olyan könnyen még megcsinálni először, én lettem ügyesebb. Valahogy magával ragad ez a játék, elvisz minket egy olyan világba, ahol nem csak a karaktert, nem csak a környezetet, de te magadat is értékelni fogod. Azt fogod mondani, hogy igen, te ahogy kezdted és ahogy befejezted, egy jobb játékos lettél. Ez az irányítás és a level design, ahogy a pályákat összerakták, kéz a kézben járt. Tuti biztos, hogy sokszor próbálkoztak az első játéknál is, hogy milyen, és tesztelték, hogy milyen a játék, de itt most már kiforrott a Naughty Dog, és tudták, hogy mit akarnak, és most már a tapasztalatokkal együtt képesek is voltak tökéletesen azt elhozni, amivé a Crash 2 vált. Kedvenc játékom a Crash eredeti trilógiában, mert ez az igazi platformer játék, ez az igazi felfedező játék. A színes drága köveket magadtól próbáld meg megtalálni, és az akkora örömet fog okozni, amikor rájössz, ne keresd rá, és ne nézz útmutatót, hanem próbáld megkeresni, játsz, és meg fogsz találni legalább egyet, rá fogsz jönni valami kis turpisságra, hogy itt egy extra kis portál, mert én, amikor gyerek voltam és játszottam ezzel, én is rájöttem. Ne kérdezz meg, hogy, de csak játszottam, és észrevettem, hogy hey, minek van itt egy nitro lépcső, ráadásul nem is mozognak a nitrók. Hadd menjek rá! Ott van egy titok! Nem hiszem el, hogy mit tett velem ez a játék. Dobogó második hely. Ezüstérem, ami visszahozta a Crash Bandicootot, az N-Sane Trilogy. Ez az a játék, amit mindenkinek ajánlok. Mindenkinek ajánlok. Nincs kérdés. Mindenki játssza ezt a játékot. Kezdje el a Crash 1-et, amikor azt mondja, hogy fú,
én ezt, nekem ez nehéz, lépjen ki a főmenübe, és kezdje el a Crash 2-t, amikor ott elakad, azt mondja, hogy állj, oké, Crash 3, a Crash 3-at végig fogja játszani, térjen vissza a Crash 1-re, és azt fogja mondani. Ez igen. Az Ancient Trilogy-ba nem tudsz mellé lőni. Legegyszerűbb játékmenetet akarod? Crash 1. Ugrás és pörgés. Ennyi. Precíziós platformerkedés. Ennyi. Nincs mellé beszéd. Crash 3. Változatos, élvezetes, gyors, pörgős, színes, szagos, változat, azt már mondtam. Szeretni fogod, meg fogod szeretni, és szeretted mindig is. Mind három időt elmondtam, jelen, múlt, jövő. Crash 2. Ha te egy platformer játékos vagy, akkor ez megadja neked azt a kívást, megadja neked azt a fejlődést, és azt a felfedezést, amire vártál. Én külön-külön beszéltem már a játékokról, úgyhogy ezek igazak. Annyival egészíteném ki, hogy az Ancient Trilogy hozott új tartalmakat. Az új tartalom legfőképpen a Crash 1-ben az a irányításnak a közössége, konzisztenciája, mindhárom játékban ugyanaz az irányítás, és a mentési rendszer is ugyanaz, ez egy nagy fejlődés a Crash 1-be. A Crash 3-ból átemelték az időpróbákat, és az első és a második játékba is elhelyezték, amit hallottam negatív értékelést erről, negatív kommentet erről, hogy miért erőltetik rá az időpróbát olyan játékra, ahol nem volt eredetileg, de én azt mondom, hogy az időpróbát bárhova bele lehet tenni, itt a probléma az, hogyha nagyon szoros az idő, tehát a Crash 1-ből a laborpályán az arany relikvia, az, vagy a platina, már nem is emlékszem, de szerintem az arany, meg a generator room, az nagyon-nagyon nehéz, tehát az nagyon szűkös az az idő. Annál én is erre gondoltam, hogy fú, hát ez nem. Vagy a Crash 2-ben is van olyan pálya, ahol kellemetlen. Na de, még kiegészítették a Crash 1-et egy olyan kivágott pályával, ami túl nehéz volt, a Stormy Ascent. Hogyha a Crash 2-t maxoltad, és a Crash 3-at maxoltad, és a Crash 1-et maxoltad, utána menj a Stormy Ascentra, mert tönkre fog tenni, azzal ne kezdjed. Plusz a Crash 3-ba pedig nem egy kivágott pályát hoztak el, hanem a Vicarious Visions egy saját pályát hozott el, ami szintén elég nehéz, de én nem mondanám, hogy olyan nehéz, mint a Stormy Ascent. De ez talán csak a Crash 3-nak a képességeiből, a képességekből származik. A Future Tense az is egy kiváló pálya. Én azt mondom, hogy ez az a csomag, amit egy Crash Bandicoot játékosnak ajánlok, hogy ez legyen meg neki. És egy nem Crash Bandicoot játékosnak, de bármilyen játékosnak szintén szívesen ajánlok, mert a három közül legalább egyet meg fog szeretni. És hogyha platformerekhez van pozitív viszonya, akkor pedig mindenképpen. Ebből csak jól jössz ki. Viszont a kedvencem number one Crash játékom! Az a Crash Bandicoot 4, de szerintem megértitek, tehát hogy magyarázkodnom kell, de szerintem megértitek, ha végig hallgattátok eddig, hogy miért ide tettem az első helyre. Az aranyérem a dobogó teteje. A Crash Bandicoot 4 It's About Time Toys for Bob fejlesztette játék ötvözi a trilógiának szerintem legjobb elemeit egy olyan csomagba, ami egy platformer fanatikus kedvenc játéka lesz. Nem gondoltuk, hogy a Crash 2-3 irányítása még tovább tökéletesíthető abban az időszakban, de amióta eltelt az a jó pár év, gondolhattuk, hogy lehet még jobb, mert játszottunk más platformer játékokkal is, viszont a Crash Bandicoot világába elérkezett. Tökéletes irányítás. Ahogy mozogsz, ahogy pörögsz, ahogy lassan lépkedsz, ahogy csúszol, duplán ugrasz, csúszva pörögsz, ez kiváló irányítás. Ha eddig gondod volt vele a Crash 2 vagy 3-ba, akkor most már nem lesz.
Itt nincsen hiba. Ott vannak a maszkok, amik hoztak extra képességet, de úgy, hogy nem fogják triviálissá tenni a korábbi pályákat, nem fogják leegyszerűsíteni, elbagatelizálni a korábbi pályákat. A Crash 3 végigjátszása után, ha bármelyik platformereshez visszatérsz, duplán ugrasz, pöröksz, és kész. Valami nagy, magasan, ott van egy doboz, felemeled a vumpágyot, bum. Egyszerű és egyértelmű, hogy mit kell csinálni a Crash 3-ban, miután megvannak a képességek. A Crash 4 azt mondta, hogy képességek lesznek, de csak bizonyos szakaszokon. Tehát a maszkok azok ezeket a szakaszokat jelentik, hogy ezen a szakaszon használhatod ezt a képességet, és kész. Mert ha mindenütt lehetne a falra úgy plafonra menni az ika-ika képességgel, akkor mindenütt úgy simán felmennék, aztán összetörné a magasba a dobozokat, ennyi volt. Aztán sok járgány van a Crash 3-ba, Wrath of Cortex megint nagyon sok járgány. Oké. Visszavesszük, és csak az OG-t hagyjuk meg, ami a Crash 1-ből az a kis lény, illetve a jeges maci. Ez egy ilyen lovaglós, én azt mondanám, hogy ez a lovaglós rész, illetve hát benne van még ez a jetboard, egy kicsit az a Crash 2-ből hozták, az is szerintem egy örvendetes dolog. Skinek! Hoztak skineket, hoztak feloldani valót, és ezek jó dolgok, én nagyon örülök neki, mert így változatosra lehet tenni a karaktert, és érdekes is, ahogy milyeneket találtak ki, szerintem nagyon kreatívak voltak. A gyűjteni valók, a drága kövek mindenféle módon most már elérhetőek lettek. Ha vumpát gyűjtesz, kaphatsz, ha a dobozokat összetöröd mindet, kaphatsz, ez eddig is így volt, hogyha 3 halál nélkül teljesíted, akkor kapsz, és el is van rejtve egy drága kő, mint a Twin Sanity-ben, csak úgy el van rejtve, és akkor ott van. Emellett még jön a invertált játékmód, amiben szintén lehet szerezni ugyanígy drága köveket. Az invertált játékmódoknál vannak olyan filterek, amik kellemetlenek egy idő után, de én azt mondom, hogy azért jó, hogy elhozták így is ezt, és így változatosabbá tették. A legnagyobb probléma a játékosokban az, hogy ezeket is meg kell csinálni a trófeáért, vagy a 100%-ért, de én azt mondom, hogy az, hogy most ki mennyit teljesít egy játékból, és mennyit akar, vagy mennyi van a játékban, az most nem fogja rosszabbá tenni. Tehát, hogy most valamiből, tehát mondjuk ami ilyen nagy játék, mondjuk az ilyen Skyrim, például Skyrim-et kiadják, vagy 5-6-szor kiadták a Skyrim-et, szerintem befejezni alig fejezték be, de mégis kiváló játék. És nem mondjuk az, hogy fú, mennyi sok minden van benne, és akkor emiatt rossz. Tehát, hogy ha neked elég annyi, hogy végigjátszod, akkor jó. Igaz, aláírom, hogy a Crash játékosok, és általában platformer játékosok össze akarnak gyűjteni mindent. De hát ezért van ez, hogy az invertált, és akkor nem muszáj. A trófeáért muszáj, és lehet emiatt mennek úgy rá, hogy az nehéz. Ami még, ha már itt vagyunk, hogy nehéz, az, hogy eddig az arany relikvia volt a szükséges az időpróbán, most már a platina relikvia szükséges. Ez egy olyan nehezítés, ami nekem is egy kicsit oda tette a kihívást, de emiatt is volt olyan jó örömteli. Három pálya az, ahol lentebbet, mármint hogy egyszerűbbé tettem volna az időt, hogy mennyi idő alatt kell teljesíteni, de egyébként úgy meg vagyok elégedve a relikviákkal, hogy meg lehet ezt szerezni. A flashback tépek azok kellenek most már mindig legyenek ilyenek. Ezek nagyon jó sztori gondolatok visszautalása korábbi játékok közötti időszakra. És a perfect relikek, azok pedig a tökéletes teljesítések, azok a Crash 1 PS1-es változatára szerintem egy utalás, mert ott volt az, hogy halál nélkül kell végigmenni, és úgy szerezheted meg csak a drága követ. Ez az. Halál nélkül kell összetörni az összes dobozt, és úgy végigmenni.
Ez bizony pontosan az, amit ott szenvedtünk végig. Ezt én megváltoztattam volna úgy, hogy a három életen belül legyen ez meg. Úgy, ahogy a fő, egyik fő drágakő megszerzése, háromszor, ha meghalsz, akkor úgy még megvan, de a többször akkor nincs meg. Ezt tettem volna a tökéletes relikviába is, hogy a tökéletes relikvia legyen az, hogy megszerzed az összes drágakövet, és akkor ebbe benne van az a rejtett is, a három életen belül a vumpák és a dobozok is, és úgy lett volna. Ebbe egyetértek. A sztori az ötvözte szintén az eddigi Crash dolgokat, komoly is, van benne vicc is, összetett is, gondolkodtatós is. Ezt így kell csinálni, ezen túlmutatott. Én azt mondom, hogy a Crash-nél, amit megszoktunk, túlmutatott. És örvendetes volt végig izgulni, hogy akkor most hogy merre, ki megy, honnan jött alna, hova megy, mi az az ellenfél, befejeztük, legyőztük a gonoszt, nem, elárulás, nincs elárulás, és a pályák. A grafikáról beszéltünk talán, hogy ez az új konzolokra, új generációra jelent meg kiváló grafika. Én a modelleket is szeretem, én azt mondom, hogy nincs gond velük. Viszont a pályákra szeretnék még kitérni, mert az eddigi trilógiáról beszélek, ott úgy volt, hogy például van a havas pálya, és akkor abban van vagy három más elrendezésbe. Itt is van több havas pálya, de mindegyik teljesen különböző. Hogyha mutatsz egy screenshotot, megállított képet valamelyik havas pályáról, én megmondom, hogy ez melyik pálya. Hogyha a Crash 2 havas pályáiból mutatsz egyet, jó, lehet, hogy én meg tudom mondani, de más egyáltalán nem tudja szerintem megmondani, hogy ez most ugyanaz a pálya, vagy nem. Itt mindegyik világ, mindegyik pályája teljesen egyedi, teljesen kiválasztott helyszínek és azon belüli útvonalak, a háttérben úgy kiegészített kis modellek, kis történet, szinte beszél a pálya, hogy itt mi történik, mi történt, vagy mi fog történni. Ez a legjobb platformer játék a Crash sorozatban, számomra az összes platformer játékok közül, de én elfogult vagyok, ezt tudjátok. A kedvencem a Crash 4. Ha ideig eljutottál, akkor szerintem te is össze tudod rakni a véleményedet. Mit gondolsz a rangról, a sorrendről a kommentekben? Nagyon szívesen látom, hogy ti hogyan vélekedtek egy-egy játékról. És ha már odalent vagy, like, feliratkozás, ideig eljutottál, akkor kiérdemeltük. További szép napot, találkozunk legközelebb.